Vice János, Novák István, Kalász János, és még sorolhatnám a neveket, ők azok, akik sokat tettek bátaszék sportjáért. Ezúttal egy igen ösztönző, a gyerekeket támogató testnevelő tanár, fociedző és egy futballintéző neve vésődött a sportcsarnok falán található emléktáblára. Az a két név, aki most felkerült, Fáth József, illetve Sági István, valóban olyan sportéletutat futottak itt be Bátaszéken, testnevelő tanárként vagy sportvezetőként, amely méltó arra, hogy róluk megemlékezzünk. Nagyon-nagyon fontos, mert egyre kevesebben vagyunk, akik emlékezünk ezekre a kitűnő sportemberekre. A Vice János Sport Közalapítvány mérlegelve a javaslatokat döntött Fáth József és Sági István neve mellett. Voltak itt más jelöltek is, és most ők kerültek föl, tehát nem kizárt, hogy azok, akik szintén javasolva lettek, hogy nem kerülhetnek föl esetleg egy későbbi alkalom, akár jövőre. Mindig szerettem, hogy ne a képernyők előtt legyek, hanem próbáljam csöndbe hátulról csinálni, és én mindig a picikéket szerettem. Az elsőtől negyedik osztályosokat, és ővelük próbáltam. Hol fönt voltunk a hullámhegyen, hol lent voltunk, mert ahogy ők kimennek mindig, az mindig változott, mivel a labdarúgásnál a csapatok cserélődtek, és hát szerettem csinálni. Utánpótlás szinten rengeteg bajnokságot nyertünk a Serdülő IFI-vel, és történelmet írtunk 99-ben IFI szinten. Illés Béla volt az IFI edző. Nem nevezek meg más, de őt meg kell nevezzem, mert történelmet írtunk. Az NB3-ban a Bátaszék IFI bajnokságot nyert 99-ben. És ilyet még Bátaszéken se előtte, se azóta. És a felnőtt csapat mellett ott voltam többször is, amikor megyebajnokságot nyertünk. NB3-ban szerepeltünk. Nagyon sok edzővel, nagyon sok játékosra. Mit jelentett az ön életében a sport? A mindent. Ez volt az életem